Az újvidéki felső bíróságon ma kihallgattak két vádlottat, holnap pedig a sértettek meg a tanúk egy része következik. Az ügyészség vádat emelt Alojz Gánics, a Kontrasz tulajdonosa ellen, Slavisa Stanisic meg Dejan Ratkovic bérlők, valamint Miroslav Papuga az épület villanyhálózatának karbantartásával megbízott munkás ellen. Slavisa Stanisic, a helyiség bérlője az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nem bűnös, és az eseményeket rögzítő merevlemez megtekintését követelte a bírósági tanástól. A tavaly április 1-én történt tűzesetben 6 fiatal vesztette életét. A bíróságon holnap Dejan Ratkovic bérlőt, meg Miroslav Papuga villanyszerelőt hallgatja meg az ügyészség.